31. fejezet A Roxford ostroma A nagy terem bűvös mennyezete sötét volt, és csillagok pöttyözték. Alatta a házak négy hosszú asztalánál kócos diákok sokasága zsúfolódott össze. Sokan utazó köpenyt, mások hálóköntöst viseltek, s itt-ott felderengett az iskolai kísértetek gyöngyszínű alakjai. Minden szem, élőké és holtaké egyaránt meggalagony professzorra szegeződött, aki a terem végében emelkedő pódiumról beszélt az összegyűltekhez. Mögötte ott sorakozott a többi tanár, köztük Firenze, az Aranysága Kentaur, valamint a Főnix rendjének oda sereg lett tagjai. Az evakuálást Fritsch úr és Madame Pomfrey felügyeli. Brefektusok, amikor kiadom az utasítást, sorakoztassák fel a házak tanulóit, és a fegyelembiztosítása mellett vezessék őket az evakuálási pontra. Harry a fal mellett indult el, onnan fürkészte a Griffendél asztalát, Ront és Hermionét keresve. Sok diákot elnémított a döbbenet, de korán sem mindenki volt ezzel így. A hugrabugos örni megmélen felpattant és ezt harsogta. És aki maradni akar, hogy harcoljon? Elszórt taps fogadta a kérdést. A nagykorúak maradhatnak, felelte meggalagony. És mi lesz a holminkkal? kérdezte egy hollóhátas lány. A ládánkkal, meg a bagyunkkal. Nincs idő az ingóságokkal foglalkozni, jelentette ki Meggalagony. Most csak az a fontos, hogy épségben kiutassuk innen magukat. Hol van Piton professzor? kiabálta egy lány a Mardekár asztala mellől. Az igazgató úr közkeletű kifejezéssel élve kereket oldott, válaszolta Meggalagony professzor, mire a griffendél, a hugrabúg és a hollóhát asztala üdvri valgásban tört ki. Harry most elindult a griffendél asztala mentén, még mindig ront és Hermionét keresve. Amerre ment, fejek fordultak felé, és izgatott sustorgás kelt a nyomában. Már megkezdtük a kastély mágikus védelmének kiépítését, folytatta meggalagony, de az további megerősítésre szorul, különben alig tartóztatja fel őket sokáig. Ezért arra kérem magukat, gyorsan és fegyelmezetten vonuljanak el, és kövessék a prefektusok. Meggalagony utolsó szavait már senki nem hallotta, mert a termet egyszerre betöltötte egy másik, egy éles, jéghidegen csengő hang. Nem lehetett megállapítani, honnan szól, mintha magukból a falakból áradt volna. Talán ott szunnyadt bennük évszázadok óta, akár csak a szörnyeteg, melynek egykor a hang gazdája parancsolt. Tudom, hogy harcolni készültök. A diákok közül páran felsikoltottak, sokan összekapaszkodtak rémületükben, és a fejüket forgatták a hang forrását keresve. Az ellenállás azonban reménytelen. Nincs esélyetek ellenem. Nem áll szándékomban megölni titeket. Milyen tisztelem a Roxford tanárait, és nem kívánok mágusvért ontani. Csend árad szét a teremben, dobhártya préselő, falakat szétfeszítő csend. Adjátok ki Harry Pottert, folytatta Voldemort hangja, és nem esik bántódásotok. Adjátok ki Harry Pottert, és megkímélem az iskolát. Adjátok ki Harry Pottert, és megjutalmazlak benneteket. Éjfélig kaptok időt. A nagy teremre ismét rázuhant a csend. Minden fej egyszerre fordult, minden szem rátalált Herire, s ő dermetten állt a láthatatlan sugarak százainak ösztüzében. Aztán felállt egy alak a Mardekár asztala mellől, Harry felismerte, Pansy Parkinson volt az, felemelte remegő kezét, és belevisította a feszült csendbe. – Tehát ott van, ott van Potter, fogjátok meg! Mielőtt Harry megszólalhatott volna, tömeges mozgás támadta a teremben. A griffendéresek felálltak és sorfalat alkottak, nem Harry, hanem a mordekár asztala előtt. Aztán a hugrabuk háziak, majd a hollóhátasok is felemelkedtek ültükből, hogy mind egytől egyik pánci felé forduljanak, s amíg Harry lenyűgözve megindultan állt, pálcák sokasága tűnt elő ruhaújjakból és köpenyek zsebéből. Köszönjük, Miss Parkinson! Pattantak meggalagony szavai, maga hagyhatja el elsőként a termet Fritz úr oldalán, mutassa az utat a háza többi tagjának. Harry megannyi hátra csúszó szék sikkanását, majd a kisorjázó mardekárosok lépteinek zaját hallotta a terem túloldala felől. Indulhat a hollóhát, harsogta meg Galagony. A terem folyamatosan ürült. A mardekár asztal teljesen elnéptelenedett, a hollóhát végzősei közül ellenben jó néhányan a helyükön maradtak. A hugrabogosok még nagyobb számban képviseltették magukat, a Griffendéleseknek pedig alig a fele távozott, úgyhogy megalagony professzor kénytelen volt elhagyni a tanári emelvényt és személyesen intézkedni a kiskorúak kiakol bólintása ügyében. Szó sem lehet róla, Krivi, indulás, ez magára is vonatkozik, Pix! Harry odasietett a vízlikhez, akik egy csoportban ültek a Griffendél asztalánál. Olvaron és Hermione, még mindig nem találtad meg kezdte aggodalmaskodva Mr. Weasley, de elhallgatott, mert ekkor előrelépett az emelvényen Kingsley, és megszólította az ott maradottakat. Éjfélig csak fél óránk van, gyorsan kell hát cselekednünk. A Roxford tanárai és a Főnix közösen kidolgozták a védelmi tervet. Flitwick, Bimba és meggalagony professzorok felvisznek egy-egy csapatot a három legmagasabb toronyba, a Hollóhátéba, a Griffendélébe és a Csillagvizsgálóba. Ezekről a helyekről jól áttekinthető a terep, és kiválóan alkalmasak nagyobb szabású bűbájok kiszórására. Egyidejűleg Rémus, Lupin felé bökött, Arthur, a Griffendél asztalánál ülő Mr. Weasleyre mutatott, meg én, további csapatokkal pozícióba állunk kint a birtokon. Szükség lesz valakire, aki megszervezi az iskolába vezető titkos alagutak védelmét. Nekünk való feladat, szólt George önmagára és Fredre mutatva. Kingsley beleegyezően bólintott. Jól van. Az osztak parancsnokok jöjjenek fel ide, beosztjuk az embereket. Potter sietett oda Harryhez meggalagony, miközben a diákok tülekedve, utasításokat hallgatva elárasztották az emelvényt. Nem arról volt szó, hogy maga keres valamit? Tessék, pislogott Harry. Ja, de, de igen. Teljesen kiment a fejéből eredeti szándéka, jószerével elfelejtette, hogy a csatát azért vívják, hogy ő felkutathassa a horkruxot. Ron és Hermione megmagyarázhatatlan eltűnése minden egyebet kisöpört a fejéből. – Akkor mire vár Potter? Induljon! – Jó, persze. Harry érezte, hogy tekintetek követik, amint átsietett a nagyteremből a kimenekítendő diákokkal zsúfolt bejárati csarnokba. Engedte, hogy a tömeg magával sodorja fel a márvány lépcsőn, de az első emeleten kivált a sokaságból, és elszaladt egy üres folyosón. Szorongás és pánik elegye ködösítette az elméjét. Próbált lehiggadni és a horcruxra koncentrálni, de hiába. Gondolatai zavarodottan és céltalanul röpködtek, akár a pohár alá zárt darazsak. Lelassította lépteit, majd egy néptelen folyosó szakasz közepén leült egy megürült szobortalapzatra, és elővette az erszényből a tekergők térképét nem látta rajta se Rond, se Hermione nevét, de lehetséges volt, hogy ott rejtőznek a szükség szobája felé áramló tengérnyi pöty között. Eltette a térképet, behunyta a szemét, arcát a tenyerébe temette és összpontosítani próbált. Voldemort feltételezte, hogy a hullóhát toronyba megyek. Megvolt végre. Egy kézzel fogható tény, egy kiinduló pont. Voldemortnak egyetlen indoka lehetett arra, hogy Alecto Kerót a Hollóhát klub helységébe küldte lesben állni. Félt, hogy Harry rájött, hogy a Horcruxa azzal a házzal kapcsolatos. Hollóhátihoz viszont csak egy tárgy kapcsolódik, az elveszett diadém. De hogyan lehetne az a horcrux? Hogyan bukkanhatott rá a mardekáros Voldemort valamire, ami után hiába kutatott hollóhátasok nemzedékeinek sora, Kitől tudhatta meg, hol keressen egy tárgyat, aminek nyoma sincs ember emlékezet óta, amit nem látott senki élő ember fia. Senki élő ember fia. Harry szeme kinyílt az arcára szorított ujjai alatt. Felpattant a szobor talapzatról, és a remény utolsó sugarát követve elrohant arra, amerről jött. Ahogy közeledett a márvány lépcsőhöz, mind jobban felerősödött a szükség szobája felé vonuló sokaság zaja a házuk tanulóit terelő prefektusok utasításokat harsogtak, a diákok zsibongtak, tülekedtek, Harry megpillantotta Zakaria Smith-t, aki egy csapat elsős lögdösött férre, hogy a sor elejére kerüljön, a kisebbek közül többen pityerektek, mások barátaik, testvérük után kiáltoztak. A márvány lépcső fordulójába érve Harry pásztázni kezdte a beárati csarnokot, míg nem megakadt a szeme egy gyöngyszínű, lebegő alakon. Teli torokból elkiáltotta magát. Nick! Nick! Beszélnem kell veled! A felfelé vonulók áradata ellenében leküzdötte magát a lépcső aljáig, ahol már várt rá félig fej nélküli Nick, a Griffendél torony kísértete. Harry, drága barátom! Nick megpróbálta két kézzel megragadni Harry jobbját. Harry úgy érezte, mintha jeges víz ömlene a kezére. Nagy szükségem van a segítségedre, Nick. Ki a holló hát torony szelleme? Pédig fej nélküli Nick arcára meglepetés és enyhe megütközés ült ki. A szürke hölgy, ki más? De amennyiben egy szellem szolgálataira szorulsz. Nekem most ő kell. Nem tudod, hol van? Lássuk csak. Nick jobbra-balra fordította ingatak fejét, úgy kémlelt el a diákok nyüzsgő tömege fölött. Ott van. Ő az. Az a hosszú ifjú hölgy. Harry abba az irányba fordult, amerre Nick átlátszó újja mutatott, és egy sudártermetű szellemet pillantott meg. Mikor a kísértet észrevette, hogy Harry figyeli őt, felvonta a szemöldökét, és egy falon keresztül távozott. Harry utána szaladt. Mire egy ajtón át kiutott a fal túloldalán futó folyosóra, a szellemnő már messze járt, és a levegőben úszva egyre távolodott. Várjon, jöjjön vissza! A kísértet kelletlenül megállt, s néhány centiméterrel a padló fölött levegve megfordult. Hosszú, leomló köpenyében derékig hajával gyönyörű jelenség volt. Harry az évek során sokszor látta már őt a kastélyban, de még sosem beszélt vele. Arca, tartása alapján mindig úgy képzelte, hogy büszke, rátarti szellem lehet. Maga a szürke hölgy? A nő némán bólintott. A holló hát torony szelleme? Az vagyok, a modora nem volt éppenséggel szívélyes. Kérem szépen, a segítségét szeretném kérni. Legyen szíves, mondja el nekem, ha tud valamit az elveszett diadémról. A szürke hölgy ajka fagyos mosolyra görbült. Attól tartok, felelte elfordulva, hogy ebben nem segíthetek. Várjon, Harry nem akart kiabálni, de egy pillanatig erőt vett rajta a haragba forduló pánikfélelem. A szürke hölgy lebegve visszafordult, ő rápillantott az órájára, háromnegyed tizenkettő volt. Iszonyúan sürgős a dolog, magyarázta kétségbe esetten. Ha a diadéma Roxfordban van, mindenképp meg kell találnom. Nem te vagy az első Roxfordos, akinek a diadémra fája foga, vetette oda megvetően a kísértet. Évszázadok óta zaklatnak a diákok. Nekem nem azért kell, hogy jobb jegyeket kapjak, csattant rá Harry. Voldemortról van szó. Le akarom győzni Voldemortot. Vagy az se érdekli magát? A kísértet elvörösödni nem tudott, de áttetsző arca elhomályosult, és mikor válaszolt, indulat feszült a hangjában. Természetesen, hogy képzeled, hogy akkor segítsen? A kísértet magabiztossága megtörni látszott. Ez, ez nem annak a kérdése, hogy hebegte. Anyám diadémia az anyáé. A szürke hölgy szemlátomást dühös volt, hogy elszólta magát. Amíg éltem, bökte ki kényszeredetten, háti Helena voltam. Maga a lánya? De hisz akkor tudnia kell, mi történt a diadémmal. A diadém bölcsét tesz ugyan, felelte zavarával küzdködve a szellem, de alig ha hiszem, hogy önmagában győzelemre segítene, ha az ellenfeled vol... Mondom, hogy nem viselni akarom, heveskedett Harry. Nincs időm elmagyarázni, de ha a szíven viseli a Roxford sorsát, ha maga is akarja, hogy Voldemort eltűnjön, akkor mondjon el mindent, amit a diadémról tud. A szürke hölgy mozdulatlanul lebegett, és merően nézett rá. Herin csüggedés lett túl rá. Hát persze, ha Hollóháti Helena bármit tudna, elmondta volna Flitwicknek vagy Dumbledornak, akik nyilván szintén érdeklődtek nála. Reményvesztettem megrázta a fejét, és már el is fordult, amikor a szellem halkan megszólalt. Elloptam a diadémot anyámtól. Hogy mit csinált? Elloptam a diadémot, ismételte suttogva Hollóháti Helena. Úlakartam akartam szárnyalni anyámat. Okosabb nő, fontosabb ember akartam lenni nála. Megszöktem a diadémmal. Herinek sejtelmesen volt, mivel érdemelte ki a szürke hölgy bizalmát, de nem is kérdezte, csak hallgatta feszült figyelemmel a folytatást. Azt mondják, anyám sosem vallotta be, hogy a diadém eltűnt. Holtáig úgy tett, mintha a birtokában lenne. Eltitkolta veszteségét s az én szörnyű árulásomat, még a Roxford többi alapítója elől is. Azután beteg lett, és a halálos ágyán az volt minden vágya, hogy még egyszer láthasson engem hűtlen leányát. Egy férfit küldött a keresésemre, aki sokáig epedett értem, de akit én mindig kikosaraztam. Anyám tudta, hogy ő nem nyugszik, amíg rám nem talál. Harry várta a folytatást. A szürke hölgy mélyet sóhajtott és hátravetette a fejét. A férfi felkutatott az erdőben, ahol rejtőztem. Nem voltam hajlandó vele tartani, s ettől haragra gerjedt. A báró mindig is forrófejű ember volt. Felbőzítette az ellenkezésem, fértékeny volt a szabadságomra, és ledöfött. A báró? Csak nem a... De igen, ő. A véres báró. A szürke hölgy félrehúzta köpenyét. Fehér melkasán, sütét foltként égtelenkedett halálos sebe. Mikor észhez tért és látta, mit művelt, elkeseredésében önmaga ellen fordította a fegyvert, amivel elvette az életem. Évszázadok múltak el azóta, de még mindig gyötri a bűntudat, még mindig hordja láncait, van is oka vezeklésre. Fejezte be keserűen a szellem. És a diadém az ott maradt, ahova akkor tettem, amikor meghallottam, hogy a báró közeledik az erdőben. Egy odvas fában rejtettem el. Egy odvas fában? visszhangozta Harry. Miféle fában? Hol? Egy albániai erdőben. Oda menekültem anyám elől. Albánia? Suttogta Harry. Az űrzavar mögött csodálatos módon felsejlett a rend. Már értette, miért adta ki neki a szürke hölgy titkot, amit Flitwick és Dumbledore előtt rejtve tartott. Ezt a történetet már elmondta előttem valakinek, igaz? Egy másik diáknak. A kísértet behuny szemmel bólintott fogalmam sem volt. Hizelget nekem, úgy éreztem, megért engem. Együtt érez velem. Hát igen, gondolta Harry, Tom de nem biztos könnyen át tudta érezni hollóháti Helénának azt a vágyát, hogy olyan kincset birtokoljon, ami nem az övé. Nem maga volt az első, aki de nem kihízelegte a titkait, dörmögte. Megnyerő tudott lenni, ha akart. Voldemortnak tehát sikerült megtudnia a szürke hőgytől, hol van az elveszett diadém. Miután végzett a Roxfordban, elutazott abba a távoli erdőbe, és elhozta rejtek helyéről a kincset, talán még azelőtt megtette ezt, hogy munkába állt volna a Borgin és Börg cégénél. És miért ne választotta volna az albániai vadont, ezt a kipróbált menedéket, mikor sok évvel ezelőtt egyszerre szüksége lett egy helyre, ahol biztonságban meghúzhatja magát egy évtizedig. De a diadém, miután Voldemort féltett horcrux nem lakhatott tovább egy hitvány faúduban. Nem, a diadém titokban visszatért méltó otthonába, és Voldemort akkor csempészte be, amikor állásért folyamodott. Fejezte be fennhangon a gondolatot Harry. Tessék, akkor este csempészte be a kastélyba a diadémot, amikor tanári állást kért dumbledore magyarázta izgatottan Harry. Úgy érezte, könnyebben választ talál a kérdésekre, ha hangosan gondolkodik vagy Dumbledore szobája felé menet rejtette el, vagy a visszaúton. De azért tényleg akarta az állást, mert akkor esetleg Riffendél kardját is lenyúlhatta volna. Köszönöm, nagyon köszönöm. Harry sarkon fordult, és faképnél hagyta a tökéletesen megzavarodott hollóháti Helénát. A bejárati csarnokba érve aztán megnézte az óráját. Öt perc volt még éjfélig. Így már biztosan tudta, hogy mi az utolsó Horcrux, de hogy hol van, arról még mindig sejtelmesen volt. Diákok meg annyi nemzedéke kereste hiába a diadémot, tehát valószínűleg nem a hullóhát toronyban van. Hanem hol? Miféle rejtek helyet találhatott a Roxford kastélyban Tom Denem, amelyről azt hihette, hogy ő utána soha senki nem fedezte fel. Harry lázas töprengésbe merülve befordult egy sarkon, de még csak néhány lépést tett az újabb folyosón, amikor iszonyatos robajjal betört az ablak, amelyik mellett épp elhaladt. Ösztönösen félreugrott, s jól is tette. Egy hatalmas test repült be odakintről, de olyan lendülettel, hogy a szemközti fal állította csak meg. Aztán levált róla egy nagy, szőrös, nyűszítő valami, és nekiugrott Harrynek. – Hagrid! – kújantott oda Harry a padlóról feltápászkodó írdatlan szakállas alaknak, miközben igyekezett ébbőrrel megúszni agyar a vatkan fogó kopó szeretett kitörését. – Mi a... – Harry, hát itt vagy, itt vagy! Hagrid egy rövid, de borda ropogtató ölelés erejéig lehajolt Harryhez, aztán a betört ablak elé lépett. Ügyes vagy, kicsi gróp, bömbölte ki a lyukon. Mindjárt megyek, addig jól legyél. Kint a sötét éjszakában fények villantak, és Harry fülét különös, sirató énekszerű rikoltás ütötte meg. Ránézett az órájára. Éjfél volt. Az ostrom elkezdődött. Az áldóját, Harry, zihálta Hagrid. Itt az idő, mi? Kezdődik a bunyó? Te meg hogy kerülsz ide? Hallottam, tudod ki hangját a barlangban. Felelte komoran a vadőr. Még oda is felhallatszott. <laughs> Éjfélig kaptok időt, hogy kiadjátok nekem pottert. Ebből kiokoskodtam, hogy itt vagy, és csetepaté készül. Nyughas már, bolond kutya! Na, gondoltam, itt a helyünk, gróppal meg agyarral. Az erdőnél áttörtük a védővonalat. Grópp cipelt be minket. Azt mondtam neki, tegyen le a kasténál, erre a szenten behajított az ablakon. Egy kicsit félreértett, de oda se neki. Hol van Ron és Hermione? Nagyon jó kérdés, felelte Herri. Gyere! Sietve elindultak a folyosón, nyomukban a játékosan ugrabugráló agyarral. Herri zajokat hallott minden irányból. Léptek szapor a dobogását, kiáltásokat. Az ablakokon további villanások fénye hatolt be a kinti sötétből. Hova megyünk? Fújtatott Hagrid remegett a padló döngő léptei alatt. Nem tudom pontosan, felelte Harry, miközben találomra bekanyarodott egy sarkon, de Ronéknak valahol erre kell lenniük. A folyosón, amelyre értek, már ott hevertek a csata első áldozatai. A két kőszörnyet, amelyek nemrég még a tanári szoba ajtajánál strázsáltak, szétzúzta az egyik ablakon át beröppent átok. Szétszórodott maradványaik erőtlenül megmegrezzentek, s mikor Harry átlépte egyikük letört fejét, az így nyöszörgött. – Ne is törölj velem, béke poraimra! A csúf kőarc Harry emlékezetébe idézte a Lovegood házban látott márványhollóháti melszobrot a bolondos fejdíssel, arról pedig eszébe jutott a fehér fürtjein kődiadémot viselő szobor a hollóhát Mire a folyosó végére ért, felsejlett benne egy harmadik más emléke is. Egy csúf, vén varázsó mell szobráé, amelyre ő maga rakott rá egy parókát, meg egy ütött kopott régi fejdiszt. A rádöbbenéstől kis hián hasra esett, és olyan forróság öntötte el, mintha egy üveg viszki robbant volna szét a gyomrában. Végre tudta, hol vár rá az utolsó horcrux. Tom, de nem, aki senkiben sem bízott, aki mindig egyedül járta útjait, lehetett olyan beképzelt, hogy azt higgye, senki más, csak ő ismerhette meg a Roxford kastély legrejtettebb titkait. Persze Dumbledore és Flitwick, akik mint a diákok voltak, soha be nem tették a lábukat arra a helyre, de ő Harry iskolai éveiben letért néha az egyenes útról. Megvan hát a titok, amit Dumbledore nem tudott kifürkészni, amit csak ő és Voldemort ismer gondolataiból bimba professzor zökkentette ki. A gyógynövénytantanárnő nevil és fél tucatnyi társa kíséretében dübörgött el mellette. Valamennyiükön fülvédő volt, és egy-egy cserepes növénynek tűnő valamit cipeltek. – Mandragóra! – kiáltotta oda futtában Herinek nevil. – Kidobáljuk rájuk, akkor megnézhetik magukat. Heri most már pontosan tudta, hova kell mennie. Futásnak erett, s Hagrid és Agyar is felvette a tempót sorban szaladtak el a portrék előtt, amelyek festett lakói szintén rohangáztak. Varázslók és boszorkányok, nyakfodrot viselők és térdnadrágosok, páncélba öltözöttek és köpönnyegesek furakodtak be egymás keretébe, hogy elharsogják a kastély más részeiből hozott híreket. Herdiék épp elérték a folyosó végét, amikor hirtelen az egész épület megremegett, és Harry, amikor látta, hogyan robban szét talpazatán egy írdatlan váza, Rádöbbent, hogy a kastély köré a tanárok és a rend bűbájainál sokkal hatalmasabb és fenyegetőbb varázslatok gyűrűje zárul. – Semmi vész, agyar! – Ne félj! – harsogta Hagrid, de a nagy vadkanfogó kopónak inába szállt a bátorsága a repeszek módjára röpködő daraboktól és hanyat homlok elmenekült. A vadőr elkanyarodott Harry mellől, és a kutyája után szaladt. Harry pálcát húzott, s úgy futott tovább a remegő falak között egy folyosó hosszára mellészegődött ször kedogen és a nyomában nyargaló kövérpónia. A festett kis lovag festményről festményre loholt csörömpölő páncélzatában és a maga módján buzdította Harryt. Hencegő bit hangok, hitvány ebek, űzd ki őket, Harry Potter, tedd ki a szűrüket! A sarkon befordulva Harry ismerősöket pillantott meg. Fred és Maroknyi csapata, amelynek Lee Jordan és Hanna Ebot is tagja volt, pálcával a kezükben őriztek egy üres talapzatot, amelyen azelőtt egy titkos alagút bejáratát rejtő szobor állt. Tevékenységük abból állt, hogy füleltek, érkezik ez zaj a járatból. Far rengető a buli, kiáltotta Fred, miközben a kastély újból megrázkódott, s vidám szavaival elérte, hogy a mellette elszaladó Harry szívéből a felbuzdulás féli kiszorítsa a rémületet. Végig futott még egy folyosón, s aztán egyszerre azon kapta magát, hogy bagyok tömege veszi körül. Ott volt Mrs. Norris is. Dühösen fújt, és tappancsaival a madarak felé csapkodott. Nyilván igyekezett volna visszaterelni őket a helyükre. Potter! folyosót a pálcát markoló Abelfors Dumbledore állta el. Százával csörtetnek át a gyerekek a kocsmámon, Potter! Igen, tudom, kimenekítjük őket, felelte Harry. Voldemort, támad, mert nem adtak ki neki téged. Nem vagyok süket, egész roxmortz hallotta a bömbölését. És az egyik őtöknek se jutott eszébe, hogy itt kéne tartani túlsznak pár mar, de károst. Halálfalók gyerekei is vannak azok között, akiket elküldtetek. Nem lett volna okosabb itt fogni őket? mortot nem hatná meg, felelte Harry. És a maga bátyja sosetett volna ilyet. Aberforth mordult egyet, és elviharzott Harry mellett az ellenkező irányba. A magabátja bátyja sosetett volna ilyet. Egyszerűen ez az igazság, gondolta Harry, miközben újra futásnak eredt. Dumbledoreban, aki oly sokáig védelmezte Pitont, fel sem merült volna, hogy túsznak használja a diákjait. Csúszkáló talpal befordult még egy utolsó sarkon, és akkor egyetlen kiáltásban kitört belőle a megkönnyebbülés és a düh. Megpillantotta őket. Ron és Hermione nagy, ívelt piszkossárga valamik tömkelegét cipelve közeledtek, s Ron még egy is szorongatott a hóna alatt. Hol a fenébe voltatok? Dörrent rájuk Harry. A titkok kamrájában felelte Ron. A titkok micsoda? fékezett le barátai előtt Harry. Rón ötlete volt a Hermione. Zseniális, nem? Miután elmentél, elgondolkodtam, és mondtam Ronnak, hogy ha megtaláljuk a másik horcruxot, el is kéne valahogy pusztítani. Meg a másikat, a poharat is, és akkor Ronnak eszébe jutott a Baziliszkusz. Úgyhogy a azzal ki lehet csinálni a horcruxokat? – magyarázta Rón. Harry a nagy görbe tárgyakra pillantott, amelyeket Rón és Hermione hoztak. Most felismerte őket. Egy baziriszkus kitört fogai voltak. De hát, hogy jutottatok be a kamrába? kérdezte Róra emelve pillantását. Ahhoz pár szóval kell beszélni. Ron úgy beszélt, suttogta Hermione. Mutasd meg neki! Ron rémisztő, reket sziszegést hallatott valami ilyesmivel nyitottad ki a medált, magyarázta mentegetőzve. Párszor neki kellett futnom, amíg összejött, mondta meg szerényen a vállát, de végül is bejutottunk. Fantasztikusan csinálta, lelkendezett Hermione. Csak ámultam. Na és Harry alig tudta követni a tempót. És most kipipálhatunk még egy holkruxot, mondta Ron, és elővette kabátja zsebéből hugrabuk poharának maradványait. Hermione szúrta le. Gondoltam, Hadd élvezkedjen ő is egy kicsit. Szuper! Örvendezett Harry. Ah, nem volt nagy ügy, szerénykedett Ron, de azért nem tudta egészen eltitkolni büszkeségét. Na és veled mi újság? Szavai közben robbanás remegtette meg a felső bemeleteket. Mindhárman felnéztek. Távoli hatolt a fülükbe, és a mennyezetről vakulatpor hullott. Már tudom, hogy néz ki a diadém, és azt is tudom, hol van, hadarta Harry. Ugyanott dugta el, ahol évszázadok óta mindenki eldug holmikat, és ahova én is tettem a régi bájitaltan könyvemet. Voldemort azt hitte, oda senki nem jut be, csak ő. Gyertek! Miközben az épület újra megremegett, Harry Ron és Hermione a rejtett bejárathoz szaladtak, és a meredek lépcsőn lesiettek a szükség szobájába. Három nőt találtak csak ott. Ginny Tonksot és egy rágta süveget viselő idős boszorkányt, akiben Harry nyomban felismerte Neville nagymamáját. Az öreg asszony, mintha csak ő várt volna, rögtön kérdőre mondta herrit. Na végre, Potter, te el tudod mondani nekünk, mi a helyzet? Mindenki jól van? kérdezte egyszerre Ginny és Tonks. Amennyire tudjuk, igen, felelte Harry. Vannak még emberek a szárnyas vatkamba vezető alagútban? Tudta, hogy a szoba addig nem tud átváltozni, amíg valaki tartózkodik benne. Én jöttem be rajta utolsóként, közölte Mrs. Longbottom. Lezártam a bejáratát, mert nem tartottam tanácsosnak nyitva hagyni most, hogy Eberforce eljött a kocsmából. Találkoztál az unokámmal? Harcol, felelte Harry. Nem is vártam mást. Az idős hölgy nagy büszkén felszegte a fejét. Bocsássatok meg, de mellette a helyem. És meglepő fürgeséggel elsietett a lépcső felé. Harry Tonksra nézett. Nem úgy volt, hogy te az anyukádnál vagy a kis Tedivel? Nem bírtam ki, hogy nem tudok semmit. Tonks aggódva pislogott. Anyám, el van vele. Láttad Rémuszt? Úgy volt, hogy egy osztaggal kimegy a birtokra, Tonksnak több se kellett. Szó nélkül elviharzott. Ginny, fordult a lányhoz Harry, sajnálom, de ki kell menned innen, csak egy rövid időre, aztán visszajöhetsz. Nagyobb öröm nem is érhette volna Ginnyt, mint hogy elhagyhatja kényszerű menedékét. Aztán visszajöhetsz, kiáltott utána Harry, mikor a lány felszaladt Tonks nyomában a lépcsőn. Vissza is kell jönnöd? Várj egy percet! szólt élesen Rón. Valamiről elfeledkeztünk. Miről? kérdezte Hermione. A konyha tele van házi manókkal. Arra gondolsz, hogy hívjuk őket is harcolni? kérdezte Harry. Nem, felelte komolyan Rón. Őket is ki kell menekíteni. Gondolom, neked is elég volt, ami Dobival történt. Nem várhatjuk el, hogy meghalljanak értünk. A baziliszkusz fogak csörögve a padlóra hullottak Hermione karjáról. A lány egy ugrással Rón előtt termett, átölelte, és a szájára tapasztotta a száját. Rón is eldobott fogakat, seprűt, és olyan lelkesedéssel viszonozta az ölelést meg a csókot, hogy Hermione lába egy szempillantás múlva már a levegőben kalimpált. – Muszáj ezt most? – dörmögte tehetetlenül Harry. Mivel szavaival csak annyit ért el, hogy a pár még szorosabban ölelte egymást, sőt enyhén dülöngélni kezdtek áltóhelyükben, emeltebb hangon is rájuk szólt. Hé, hey, háború van, ha nem tudnátok. Rón és Hermione szabaddá tették a szájukat, de az ölelésből nem bontakoztak ki. Tudom, haver, motyogta olyan kába képpel, mintha tarkon találta volna egy gurkó. Épp azért, most vagy soha. Meg kell keresnünk a horcruxot, elődött Harry. Nem lehetne, hogy utána folytassátok? De, persze, bocs. Ron és Hermione fülig pirulva lehajoltak, hogy összeszedjék a baziriszkusz fogakat. Mikor a rejtett kiáraton át kiléptek a folyosóra, rá kellett döbbenniük, hogy a néhány perc alatt, amit a szükségszobájában töltöttek, drámaian súlyosbodott a helyzet a kastélyban. A falak és a födém immár szüntelenül remegett, a levegőt sűrű por töltötte be, és Harry az ablakon át látta, hogy a zöld és piros fények immár a falak tövében villognak, a halálfalok vészesen megközelítették az épületet. Harry közelebb lépett az ablakhoz, és lenézve grópot pillantotta meg. Az óriás céltalanul cammogott fel alá, egy vízköpő szörnynek látszó szobrot lóbált, és bömbölve adott hangot nem tetszésének. Reméljük, legalább agyontapos néhány halálfalót, kiáltott a rón, túlharsogva a közelben felhangzó sikolyokat. Csak nehogy a mieinkre taposson, mondta egy hang. Harry odafordult, és Ginit meg pillantotta meg. A két boszorkány pálcát szegezve állt a szomszédos ablak előtt, amelyből jó néhány üvegtábla hiányzott már. Ginny épp akkor küldött egy jól irányzott ártást egy népes halálfaló osztak soraiba. – Ügyes kislány! – harsogta valaki a porfelhőből. A futva közeledő alakban Harry Abelforce-ra ismert. A kocsmáros szűdke csak úgy lobogott, amint pár fős csapat élén elrohant mellettük. – Az északi oromzatnál próbálnak betörni, ők is hoztak orjásokat. – Nem látta Rémuszt? – kiáltott utána Tonks. Dolohovval viaskodott, bömbölte hátra futtában Abelforce. Azóta nem láttam. Tonks, szólt gyorsan Ginny. Tonks, figyelj, Rémusz tud vigyázni magára. Tonks azonban addigra már belevetette magát a kavargó porba, éből nyomában. Ginny szorongó arccal nézett a három jó barátra. Ne félsd őket, próbálta nyugtatni Harry, de ő is tudta, mennyire üres szavak ezek. Figyelj, Ginny, mindjárt visszajövünk, addig búj el valahova, és vigyázz magadra. Gyertek! Fordult két barátjához, és már szaladtak is a bűvös fal felé, amely mögött a szükség szobája várta, hogy újabb kívánságokat teljesíthessen. Szükségem van arra a helyre, ahova dolgokat rejtettek, ismételgette magában Harry, s miután harmadszor is elhaladt a fal előtt, annak kövei ajtószárnyakká alakultak át. Amint a szobába léptek, és bezárult mögöttük az ajtó, a csatazaj nyomban elhalt, s néma csönd vette körül őket. Olyan volt, mintha egy katedrális belsejében épült városba léptek volna, csak hogy itt a tornyosuló házfalak egykori roxfortosok ezrei által elrejtett tárgyakból épültek. És nem jutott el az agyáig, hogy ide akárki be tud jönni. Ronhangja hangja zengve szállt ide-oda a hatalmas falak között. Nem, azt hitte, ez az ő bérelt rejtek helye. Felelte Harry. Peche volt, mert nekem is el kellett dugnom ezt-azt. Gyertek, ha jól emlékszem, erre van. Harry elhaladt a kitömött troll, valamint a volt-nincs szekrény mellett, ami Drákon Malfoy előző évben katasztrofális következményekkel megjavított, majd a következő sarkon elbizonytalanodva megállt, és fürkészni kezdte az onnan kiágazó sikátorokat. Nem emlékezett merre tovább. Invító Diadém kiáltotta el magát Hermione, de semmi sem repült feléjük. Úgy tűnt, a gringoci széfhez hasonlóan a szoba sem adja ki ilyen könnyen rejtett kincseit. Váljunk szét, javasolta Harry. Egy öregember melszobrát keressétek. Paróka és a diadén van a fején. Egy szekrényen áll, és egész biztosan itt van a közelben. Elindultak egy-egy sikátorban. Harry hallotta barátai távolodó lépteit, melyek visszhangozva dobbantak a limlomhegyek, a sok ezer palack, süveg, láda, szék, könyv, fegyver, seprű, terelő, ütő és mi egymás között. Itt van, valahol, motyogta magában Harry, valahol itt van, valahol itt, mind mélyebbre hatolt a labirintusban, valamiféle nyomot, az előző itt jártakor látott tárgyat keresve. A csendben felerősödve hallotta a saját lélegzését, aztán egyszerre úgy érezte, még a lelke is megremeg. Néhány lépésnyire volt csak tőle a felhúzott festékű kis szekrény, amelybe a régi bájitaltan könyvet rejtette. Az Ósdi bútordalap tetején pedig ott állt, a himlő helyes arcú kővarázsló fején a poros parókával és a régi, elszíneződött fejdisszel. Harry már nyújtotta a kezét, pedig még vagy három méterre volt a szekrénytől, de ekkor egy hang a háta mögött. Megállj, Potter! Harry csúszva lefékezett és hátrafordult. Krak és monstró álltak ott vált válnak vetve, Harry felé meredő pálcával a kezükben. A két csúfondárosan vigyorgó ábrázat közötti keskeny résben Dráko Melfoy arca tűnt fel. Az az én pálcám, Potter, szólt Melfoy, átdugva saját pálcás kezét krak és monstró között. Csak volt, zihálta a Harry, s ujjai megfeszültek a galagonya pálcán. Vigyáztál volna jobban rá? kiadta adta kölcsön neked a magáét? Az anyám. Harry felnevetett, pedig a helyzet egy cseppet sem volt szívderítő. Nem hallotta már se Rón, se Hermione lépteit. Nyilván messzire elkóboroltak a diadémot keresve. Hogy, hogy nem Voldemort mellett vagytok? kérdezte Harry. Itt maradtunk. Krák drabális testéhez képest meglepően lágy hangon szólalt meg. Harry nem emlékezett rá, hogy valaha is hallotta volna őt beszélni. Úgy sugárzott a képe, akár a kisgyereké, akinek egy zsák cukrot ígértek. Gondoltuk, inkább megvárunk téged, és elviszünk neki. Ezért jutalmat kapunk. Jó terv, felelte gúnyos elismeréssel Harry. Hihetetlennek tűnt, hogy itt, karnyújtásnyira a céltól, Malfoy, Krakk és Monstró mindent elroncsanak. Hátrálva araszolni kezdett a melszoborra bigyeztett Csálé Diadén felé. Ha meg tudná kaparintani, mielőtt kitör a haddelhad. És hogy sikerült bejönnötök ide? kérdezte, hogy még egy kis időt nyerjem. Én tavaly jó formán itt laktam, felelte törékeny hangom Malfoy. Megtanultam, hogy lehet bejutni az elrejtett holmik szobájába. Mi meg elbújtunk kinna folyosón. Brumokta monstró, mert már tudjuk a kiábrándító bűbájt. És aztán a képe buta vigyorra hasadt. Egyszer csak jötté, és azt mondtad, valami diadéntot keresel. Mi az a diadént? Harry szűrödött át hangja a Harry jobbján magasodó fal túloldaláról. Beszélgetsz valakivel? Krak pálcája ostor módjára lendült a 15 méter magas, ócska bútorokból törött ládákból, régi könyvekből, szakadt talárokból és megannyi annyi más, azonosíthatatlan limlomból összehordott torony felé. Descendio. A kacat hegy megremegett, majd beleomlott a szomszéd átjáróba, amelyben Ron állt. Ron! bődült fel Harry, és egyidejűleg Hermione is felsikoltott valahol. A fal túloldalán dübörögve csapódtak a padlónak a megingott torony tetejéről lezuhanó tárgyak. Harry a falra szegezte pálcáját. – Finite! – kiáltotta, mire a lavina nyomban elállt. – Ne! – csattant fel Melfoy, és elkapta Crack karját, mikor az meg akarta ismételni a romboló átkot. – A felfordulást csinálsz, elveszhet az a diadém is. – Na és aztán? – rázta le magáról Melfoy kezét krák. A sötét nagyurnak Potter kell, kit érdekel az a vacak? Potter azért jött ide, hogy megszerezze, magyarázta Melfoly, nehezen titkolva társainak tompa agyúsága feletti dühét. Egyértelmű, hogy. Egyértelmű? Förmet rá áldázul Krak. Tudod kinek egyértelműzzél? Nekem te már nem parancsolgasz dráko. Ki vagytok csinálva az apáddal együtt? Harry, hallatszott át rón újabb kiáltása a kacatfal túloldaláról. Mi van itt? Harry, utánozta gúnyosan Krak. Mi van itt? Hé, hey, Potter! Krúció! Herja a diadém felé szökkent. Krak átka őt nem, a melszobrot viszont eltalálta. A túl fejdíszestül a levegőbe repült, s mikor leesett, a diadém eltűnt a szekrény mögötti lomok között. Ne! Melfoy kiáltása zengve visszhangzott a hatalmas teremben. A sötét nagyúr élve akarja, és kimondta, hogy megölöm. Krak félrelökte Melfoy sorompóként felemelt karját. De akkor sincs semmi, ha kinyiffan. A sötét nagyúr is ki akarja. Piros fénylövedék suhant el Harrytől néhány centiméterre. Hermione felbukkant a háta mögötti sarkon, és kábító átkot küldött a megvadult mardekáros feje felé. El is találta volna, ha Malfoy nem rántja félre Krakkot. A sárvérű! Avadakedavra! Harry még látta, hogy Hermione fedezékbe vetődik, aztán a vadharag, amit krák gyilkos szándéka szított benne, minden egyebet kisöpört a fejéből. Kábító átkot lőtt a mardekáros felé, aki félreugrott, és közben kisodorta a melfoly kezéből a pálcát. Az mélyen begurult egy toronymagas bútor és doboz halom alá. Ne öljétek meg, ne öljétek meg, üvöltött rá Melfoy és Monstróra, akik egyszerre célozták meg Herrit, neki pedig elég volt a támadók fél másodpercnyi tétovázása. Kapitulátus! Mostró kezéből kiugrott a pálca, és beröppent a legközelebbi limlomfalba. Monstró, akár egy bomba ovodás, ugrálva kapkodott a rés felé, amelyben fegyvere eltűnt. Melfoy elugrott Hermione második kábító átka elől, a sikátor végén hirtelen felbukkanó rom pedig hátulról sóbálvány átkot lőtt Crackra, de elvétette. Krák megpördült. Havada kedavra! visította újra, de mire a zöld fénynyaláb elérte a sikátor végét, Ronnak már hűt helye volt. Hermione megindult a pálcáját vesztett Monstró és Melfoy felé. Az előbbit leterítette egy kábító átokkal, az utóbbi bekuporodott egy háromlábú szekrény mögé. Valahol ott van Hermione, mutatott Harry a limlom kupacra, amelyben a diadém eltűnt. Próbált kiásni, én meg megyek és segítek. R Harry! sikoltotta Hermione. Harry már hallotta is a dübörgést. Megfordult, és először csak annyit látott, hogy Ron és Krák léleg szakadva rohannak felé. Orron szereted, gyagyafejű! bömbölte futtában a mardekáros. Úgy tűnt azonban, krák olyan erőt szabadított el, amit nem tud kortában tartani. Írdatlan lángnyelvek üldözték őket a sikátorban. A futótűz végignyolta a kacathegyek falát, és minden, amit érintett, egy szempillantás alatt hamuvá porlatt. menti, harsogta Harry, de a pálcájából kitörő vízsugár ártalmatlan gőzfelhővé változott. Futás! Melfoy vonszolni kezdte a földön az elkábított monstrót. Krák most már maga is megrémült, és az érre tört a menekülésben. Harry, Ron és Hermione mögötte szaladtak, nyomukban a lángokkal. Ez nem közönséges tűz volt. Krák valamilyen Harry számára ismeretlen átkot használt. Ha elkanyarodtak, a lángnyelvek akkor is követték őket, mintha élnének, látnák prédáikat, és mindenáron nyilkolni akarnának. Aztán a tűz alakot váltott, s hordájává vált. Lobogó kígyók, kimérák és sárkányok emelkedtek a magasba, zuhantak vissza, majd törtek fel ismét. Táplálékukat, a századok lomjait, Karmos lábaikkal felragadták, a magasba lögték, dobálták, és csak azután emésztették el agyaras pofájuk pokoltüzében. Melfolykrák és Mostró eltűntek szem elől, Harry, Ron és Hermione pedig megtorpantak. Nem volt már merre futniuk, a lángszörnyek köre bezárult és egyre szűkült. Karmok, szarvak és ostorfarkak kapkodtak feléjük, és a forróság szilárd falként emelkedett körülöttük. – Mi csináljunk? – sikította bele Hermione a tűz tébolyító dübörgésébe. – Mi csináljunk? – Kapd el! – Harry kihúzott két masszív nyelű seprűt egy közeli lomkupacból, és odadobta az egyiket Ronnak, aki nyomban fel is pattant rá Hermionéval. Harry átlendítette lábát a másik seprű fölött, majd mindhárman elrogaszkodtak a földtől, és egy lángmadár feléjük lendülő csőrét kikerülve a magasba röppentek. A füst és a hőség odafent talán még elviselhetetlenebb volt. Alattuk az átok tűz feltartóztathatatlanul falta, bajba jutott diákok ezreinek tiltott tárgyait, illegális kísérletek bűnjel értékű eredményeit, meg annyi segítséget kérő lélek hátrahagyott titkát. Melfolynak, Kráknak és Mostrónak nyoma se volt. Harry kereste őket, újra meg újra lebukott olyan mére, amennyire csak a tátogó lángszörnyektől tudott, de sehol nem talált mást, csak tüzet. Milyen borzalmas halál. Ezt nem kívánta nekik. Tűnjünk el innen, Harry! Tűnjünk el! ordította Ron, csak hogy a sűrű fekete füstben képtelenség volt megállapítani, merre van az ajtó. És akkor egy erőtlen, szánalmas jajkiáltás szállt fel a dühöngő lángok poklából. – Ne, túl veszélyes! – üvöltötte Ron, ám Harry gondolkodás nélkül visszakanyarodott a levegőben, s kihasználva a csekély védelmet, amit szemüvege a füst ellen nyújtott, belevetette magát a tűzörvénybe, hogy a lángok közt szlalomozva kutatni kezdjen az élet bármilyen apró jele, egy mozduló végtag, egy még el nem szenesedett arc után. Végül meg is pillantotta őket. Melfoy, karjában az ájult monstróval, egy megfeketedett asztalok alkotta ingatak torony tetején kuporgott. Harry bukó repülésben célozta meg őket. Melfoy észrevette közelettét, és a magasba lendítette fél kezét, de Harry alig, hogy elkapta, már tudta, hogy hiába. Monstró túl nehéz volt, és Melfoy izzadt keze egy szempillantás alatt kicsúszott az övéből. Ha meghalunk miattuk, megfojtalak, mennyörgött fel Ron hangja. Mielőtt egy hatalmas tűzkiméra a zúgó lángpofája elérhette volna őket, Rón és Hermione a seprűjükre rángatták az ájult monstrót, és a mellfolyt kimentő Harry mellett meredeken felrepültek vele a magasba. Az ajtóhoz, repülj az ajtóhoz, az ajtóhoz! sikoltott a Harry fülébe mellfoly. Harry gyorsított, követte Ron Hermione és monstró seprűjét a fullasztó fekete füstön át, és annak jeleként, hogy eközben odalent folytatódik az átok szülte szörnyetegek tomboló diadal ünnepe, a menekülők körül felröppentek az utolsó, még éppen maradt tárgyak. Kejhek és pajzsok, egy csillogó nyaklánc, meg egy régi elszíneződött fejdísz. – Mi csinálsz? Mit csinálsz? Az ajtó arra van! – visította melfoly, miután Harry hirtelen visszakanyarodott, és a lángtenger felé buktatta a seprűt. A következő pár másodperc, mintha lassított felvételen zajlott volna. A tompán fénylő diadém orogva hullott egy tűzkígyó tátott szája felé, de Harry már ott is volt, utolérte és elkapta a csuklójával. A kígyó odakapott, de Harry a seprűnyelét felrántva kiröppent az összecsukódó tűzálkapcsok közül, majd nyomban befordult abba az irányba, amerre az ajtót sejtette, s fohászkodott, hogy az nyitva legyen. Ron Hermione és Monstró már nem voltak sehol, Melfoy sikított, és pánik úgy szorította Harryt, hogy az már kínzással ért fel. Aztán Harry a füstön át egyszer csak megpillantott egy négy szögletű foltot a falon. Arra felé kormányozta a seprűt, és pillanatok múltán tiszta levegő tódult a tüdejébe, majd seprője nyomban neki is ütközött a folyosó szemközti falának. Melfoy leesett a seprűről, és hasmánt elterült a padlóm. Felváltva a levegő után kapkodott, köhögött és öklendezett. Harry is hasra érkezett, de nyomban megfordult és felült. A szükség szobájának ajtaja már eltűnt, Ron és Hermione a még mindig eszméletlen monstró mellett ülve pihegett. Krak! Nyögte amint képes volt megszólalni. Krak! Meghalt. Mondta keményen Róm. Ezután néhány másodpercig csak a zihálásuk és köhögésük zavarta meg a csendet. Aztán egyszerre dőrrenés sorozat rázta meg a falakat, és a folyosón tucatnyi átlátszó szellemlovas vágtatott végig, Kiki a hóna alatt vérszomjasan üvöltő fejével. Miután a fejvesztett futam utolsó tagja is elhaladt mellettük, Harry feltápászkodott és körülnézett. A csata még mindig hevesen dúlt, és más üvöltések is hallatszottak, nem csak a visszavonuló kísértetekéi. Pánik rémület markolt Harry szívébe. Hol van Ginny? szólt élesem. Itt váltunk el tőle. Arról volt szó, hogy visszamegy a szükség szobájába. Jó, de szerinted az még működik egy ilyen tűz után? Ron felállt, és melkasát dörzsölve jobbra-barra tekintgetett. Váljunk szét, és keressük... Ne! Hermione is feltápászkodott, így már csak az ájult monstró és a tehetetlen pálcáját vesztett melfoly maradt a földön. Maradjunk együtt. Szerintem menjünk mi van a karadon, Harry? Tessék? Ja, tényleg? Harry leakasztotta a csuklójáról, és a kezébe fogta a még mindig forró, összekormozódott fejdíszt. Közelről nézve kivehetők voltak rajta a belevésett szavak. Magad azzal ékesíted, ha elmédet élesíted. A diadémból sűrű, sötét vérszerű folyadék szivárgott. Aztán az ékszer egyszerre vadul megremegett, majd ketté tört Harry kezében egyidejűleg lehellett gyenge, távolinak tűnő sikoly hallatszott, és az nem valahonnan a birtokról, és nem is a kastély egy messzi zugából, hanem magából a szétrepett ékszerből érkezett. Táltos tűz volt, nyöszörögte a diadém darabjaira meredve Hermione. Micsoda? Táltos tűz, átkozó tűz. Az is olyasmi, ami elpusztítja a horkruksokat, de én soha semmiképp nem mertem volna használni, annyira veszélyes. Honnan tudhattak rá, hogyan kell? Keróéktól, kimástól. Dörmögte sötéten Harry. Kár, hogy mikor az eloltását tanulták, már nem figyelt oda. Jegyezte meg Ron, akinek fekete volt az arca a koromtól, és Hermionéhoz hasonlóan megperzselődött a haja. Ha nem akart volna mindhármunkat megölni, még sajnálnám is, hogy hamuvá égett. Tudjátok, mit jelent ez? suttogta Hermione. Ha a kígyót is... Nem fejezte be a mondatot, mert a folyosó egyik pillanatról a másikra megtelt sikolyokkal, kiáltásokkal és a varázslótusa jellegzetes zajaival. Harry körülnézett, és elszorult a szíve. A halálfalók behatoltak a Roxford falai közé. A sarkon a hátráló Fred és Percy tűnt fel. Mindketten egy-egy álarcos csukjás alakkal párbajoztak. Harry, Ron és Hermione már szaladtak is, hogy segítsenek nekik. Fénycsóvák röpködtek minden irányba, és Percy ellenfele meghátrálásra kényszerült. Hátracsúszó csukjája alól széles homlok és ősszálakkal átszőtt fekete haj tűnt elő. – Üdvözletem, miniszter úr! – rikkantotta Pörszi. Jól irányzott ártása telibe találta Tiknest, aki elejtette pálcáját és markolászni kezdte a talárját a melkosán. – Mondtam már, hogy kilépek? – te viccelsz, Percy! kiabálta Fred, miután halálfaló ellenfele három kámító ártástól találva összerogyott. Tiknes közben szintén összeesett, és teste minden részén tüskék nőttek ki, mintha sündisznóvá változna. Fred boldog vigyorral nézett Pörszire. Te tényleg viccelsz, Pörszi? Nem hallottam viccet tőled mióta... Szétrobbant a levegő. Harry Ron, Hermione, Fred és Percy egy csoportban álltak, lábuknál egy elkámított és egy átváltoztatott halálfalóval, és ebben a pillanat töredékben, amikor úgy tűnt, egy kis lélegzethez juthatnak, darabokra hullott a világ. Harry érezte, hogy repül, és nem tehetett mást, mint hogy markolta a vékony pálcát, egyetlen fegyverét, és két karjával védte a fejét. Hallotta társai jaj kiáltásait, sikolyait, de nem láthatta, nem tudhatta, mi történik velük. A széthullott világ fájdalommá és homájá állt össze. Harry ott feküdt a szörnyűséges támadáson átesett folyosón. Romokat érzett maga körül, a beáramló hideg levegőből kitalálta, hogy a kastélyfala beomlott, a meleg ragacsból az arcán pedig, hogy megsebesült. Aztán egyszerre iszonyatos, gyomorba vágó fájdalom üvöltés hatolt a fülébe, olyan borzalmas szenvedés kifejezése, amit a legpokolibb tűz, a legrémesebb átok sem tud okozni, és mikor imbajogva felállt, jobban félt, mint aznap bármikor, jobban félt talán, mint valaha életében. Hermione is talpra vergődött, a falon tátongó lyuk előtt hárman voltak a földön. Harry megfogta Hermione kezét, egymást segítve botorkáltak a romokon át a három vörös hajú alak felé. Nem, 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 ordította valaki. Nem, Fred, nem! És Percy rázta az öcsét. Ron ott térdepelt mellettük, és Fred utolsó nevetésének halvány emlékével az arcán üveges szemmel merett a semmibe.